ennek a mai fórumnak a célja az, hogy meghallgassuk az önök véleményeit, észrevételeit, hozzáfűzni valóit. Egy kicsit bemutassuk azt a stratégiát, azt a ügymenetet, amelynek során az Egyesületünk kész és köteles is megalkotni a fejlesztési stratégiát. Február 3-án fontos lépéshez érkezett a helyi fejlesztési stratégia előkészítése Jászapátin. A jászsági kistérségek helyi közösség egyesülete a 2014-2020-as ciklusra készít egy átfogó tervezetet közel 10 millió forintból. Ebben négy fő területre koncentrálnak. Ez a helyi KKV-k versenyképességének fokozása, a helyi turisztikai szolgáltatások és a kínálat fejlesztése, helyi termékek piacra jutásának támogatása, illetve az épített kulturális örökségek megőrzése. Az akciócsoportnak a feladata és a kötelezettsége elkészíteni a fejlesztési stratégiát, amely alapján az MVH által dedikált vidékfejlesztési forrásokat a térség majd le fogja tudni hívni. Ez a koncepció elkészült a 2007-13-as fejlesztési ciklusra is, és most egy új fejlesztési ciklus indulásakor ezt ugyanúgy meg kell alkotnunk, bevonva a civil szereplőket, önkormányzatokat, gazdasági társaságok képviselőit. Ezt szem előtt tartva a civil szférából, közszférából és a vállalkozói szférából is érkeztek projektötletek, összesen 45 darab. Borbás Zoltán a fórumon elmondta, hogy a 45 tétel kivitelezéséhez összesen 10 milliárd forintra lenne szükség, azonban erre a ciklusra mindössze 500 millió forint áll majd rendelkezésre. Kevéssel múlja az 500 millió forintot, amely ennek a stratégiának a mentén lesz majd a térségben lehívható pályázati forrás. Ez mind a három már említett szférát, úgy az önkormányzatokat, mint a vállalkozó, illetve a civil szférát fogja szolgálni, és ez a 10 millió forint, 9,9 egész pontosan, ez pedig az Egyesületnek a költségvetése arra a fél éves terminusra, amely alapján, vagy amely során elkészül majd ez a stratégia. Ja, láttam nektek ilyen elképzelés, hogy lesznek KKV-k fejlesztésére opciók. Itt a Líder helyi akciócsoportban, ebben a kis térségben ez kondíció lesz-e? A fórumon bárki fordulhatott kérdéssel az Egyesület vezetőihez, vagy élhetett javaslattal a fejlesztési stratégia kialakításában. Ez azért is fontos idén, mert a korábbi 17 akcióterület Jászberény külterületének egy részével kibővült, így több mint 1161 négyzetkilométer tartozik a tervezési és végrehajtási területhez.